Na, sziasztok! Az utóbbi hetekben tulajdonképpen szinte már-már napi szinten különböző Facebook csoportokba egymásnak esnek a különböző rally és Forma 1 rajongók, és mindegyik a maga sport fanatizmusát szeretné a másikra erőltetni, hogy bezzeg a Forma 1, bezzeg a rally, és ilyen szempontból mindig felmerül a kérdés, hogy miért jobb a Forma 1, mint a rally, miért jobb a rally, mint a Forma 1, és a többi, és a többi. Viszont ilyen szempontból egy nagyon-nagyon érdekes téma, amiről szeretnék ezzel kapcsolatban mindenképpen beszélni, elmondani a saját véleményemet, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok viszont a ti véleményetekre is, hogy ti hogy látjátok. De mindenek előtt, srácok és lányok, ha lehetséges, akkor iratkozzatok fel a csatornára, ezzel is támogatva, hogy meglegyen az 1000 feliratkozó, és ezzel is tudjam a szezon folyamán különböző helyekről élőben közvetíteni majd a versenyeket, ahol részt veszek fotózni. És akkor vágjunk is bele. Szóval, a videó teljes mértékben a saját véleményemet tükrözi. Egyet lehet vele érteni, nem lehet vele egyet érteni, meg lehet cáfolni, nyugodtan mondjátok el kommentbe a ti véleményeteket, nyugodtan fogadom, és remélem egy nagyon-nagyon jó beszélgetés, és normális keretek között akár egy kellemes vitatkozás is lesz róla. De nézzük is meg, hogy miért jobb a rally, mint a Forma 1 első körben. Elsősorban azért, amit ugye nagyon sokan szoktak mondani, mert sokkal családibb, sokkal emberközelibb, sokkal kevésbé üzletszerű az egész, sokkal közvetlenebb az egész, oda lehet menni a pilótákhoz mindenféle gond nélkül, mindenki tulajdonképpen nyitott mindenre, tök jól lehet elbeszélgetni, mindenki barát mindenkivel, nagyon-nagyon látványos, nagyon technikás, és nagyon-nagyon sok ügyesség kell ahhoz, hogy valaki akkora tempóval olyan körülmények között, ahogy ezek a pilóták azokkal az autókkal végigmennek a rallypályákon. Viszont ugye azt se szabad elfelejteni, hogy tulajdonképpen ezért imádja mindenki, mert tényleg iszonyatosan látványos, hangos, szagos, és a minden, és a minden. De ugye ott is azért most már lassan jön a elektromos korszak, akár csak a Forma 1-be. De ilyen szempontból ugye meg miért jó a Forma 1? Azért, mert zárt pálya, mondjuk vegyünk egy versenyt, van, mondjuk tegyük fel, 60 kör, ez így nagy átlagban el lehet mondani, hogy egy verseny azért általában van 60 kör, van 20 induló, most már azért jó pár éve el lehet mondani, hogy valahogy standard lett ez a 10 csapat. Ergo van 20 induló, és hogyha a 60 körrel számoljuk, az akkor is legalább, valaki szorozza ki gyorsan, 1200-szor elmennek az ember előtt. Ami egy szempontból lehet unalmas is, viszont nagyon, de nagyon sok lehetőségre biztosít helyet, alkalmat és időt, ergo mindenki fog látni testtelen küzdelmet, előzéseket, izgalmas csatákat, hogyha valaki szereti a pályautózást, sokkal gyorsabb, sokkal tempósabb, teljesen más stílus az egész, és ilyen szempontból soha nem értem, hogy miért akarják pont egy rallival összehasonlítani. És ami a nagy különbség ebbe az egészbe, mai nap olvastam egy posztot, nem akarom megnevezni az oldalt, de hogy bezzeg a rallyba, hogy együtt törültek a pilóták, és bezzeg a Forma 1-be, meg ott vannak ugye nőnek öltözött férfi és a társai. Srácok, azért azt el kell fogadni, hogy a Forma 1 egy iszonyatosan üzlet lett az utóbbi cirka 30-40 évben. Egy sokkal régebb óta futó sorozat, ugye 1950-ben rendezték az első Forma 1-et. Rallit, hogyha jól emlékszem, 1973 óta rendeznek ebben a formában, tehát mint WRC kupa. Tehát azért közel kétszer annyi idős, sokkal nagyobb rajongótábora van, sokkal könnyebb értelmesen közvetíteni. Rallit az utóbbi 1-2-3 évvel lehet csak normálisan közvetíteni, élőben iszonyat látványos, akár csak a rally, viszont rallin, hogyha kimész az erdőbe, mit látsz? Az, hogy percenként-két percenként elmegy egy autó előtted keresztbe, nem pedig az, hogy folyamatosan van előtted. Ergo, Forma 1-en a pénzedért sokkal többet kapsz, egy sokkal családibb esemény, egy sokkal, de sokkal többet adó esemény élőbe is.
Hogyha valaki szereti a motorsportot, akár csak én mondjuk, én szeretem mindkét szakágat, a Forma 1-et is, és a rallit is. Megmondom őszintén, hogy ha motorsporttal szeretném tölteni a hétvégémet, és tényleg az lenne a lényeg, hogy minél többet kaphassak belőle, akkor jelen pillanatban lehetséges, hogy Forma 1-re mennék. Mert az ember felmegy, mondjuk vegyünk egy magyar nagydíjat, kora reggel a Hungaroringre, vannak betétfutamok, van box utca látogatás, megnéz az ember 4-5-6 versenyt, folyamatosan vannak küzdelmek, előzések, test-test elleni harc, összeérések. Nagyon imádom a rallit, és nagyon imádom úgymond az idő elleni futamot. Éppen beszélgettünk ugye ma, így nap rajta, hogy a rally az elsősorban ugye az idő ellen megy. És ugye erre jött kapásból komment, hogy mi az, hogy az idő ellen, mert ott van az időjárás, a körülmények, az aszfalt minőség, ez megvan a Forma 1-ben is. Legalábbis szerintem, hogy ott se lehet kiszámítani az időt, tehát ergo ott is változik folyamatosan. Nem olyan drasztikus mértékben természetesen, mint mondjuk egy hegyi szerpenténen, ahol az alja száraz, a teteje már havas, közben van murva, stb. De egy iszonyatosan megterhelő sport, sokkal gyorsabb, sokkal erőteljesebb, és ezáltal kicsit sem lebecsülendő. Nem akarok senkit rábeszélni, vagy egyikre, vagy másikra. Szerintem mindkét sport megvan nagyon jól egymás mellett, és ilyen szempontból tényleg nem értem azt, hogy mégis miért kellene a két tábornak folyamatosan csatároznia, miközben egy teljesen, de teljesen más motorsport az egész. És igazából én azt tudnám mondani, hogy tényleg, maga mint rally, nagyon-nagyon sajnálatos, hogy szépen lassan tulajdonképpen kihal az egész. Van három gyártó most már csak, aki részt vesz benne, ugye a Hyundai, a Toyota és a Ford. Tehát a régi nagy gyártók, mint a Mitsubishi, meg a Subaru és a többiek egy az egybe eltűntek. Sajnálatos módon nagyon-nagyon kevés induló van, emiatt nagyon nehéz tényleg egy elég hosszú futamot megrendezni. Hogyha valaki élőbe végig akarja nézni az egész szakaszt, akkor rengeteget kell utazni. Forma 1-en ezzel szemben kényelmesen le tud ülni, vagy éppen le tud állni a pálya szélére, amennyire természetesen engedik a kordonok, és onnantól végig tudja nézni a teljes futamot. Különböző kivetítők vannak mindenhol, még rallin kimegy az ember az erdőbe, a mezőre, stb. És onnan maximum, hogyha van internet, akkor végig tudja bogarászni az, hogy mégis milyen időeredmények születnek. Lát nagyon sok nagyon szép fordulást, nagyon tempós autókat, ahogy verik a port, a sarat, a murvát, a havat, és a többi, mindenki lesz be a saját magának megfelelőt. Viszont ilyen szempontból a Forma 1-en akkor is sokkal többet kap az ember élőbe, sokkal többet kap az ember tévébe, és akárhogy is a mai világban, akármilyen szomorúan hangzik, a Forma 1 elsősorban üzlet, és iszonyatos pénzek mozdulnak meg ott. Elég csak abba belegondolni, hogy hány százmillió dollár egy csapat éves költségvetése, mennyibe kerül egy darab futam megrendezése, és ahhoz képest mennyivel, de mennyivel olcsóbb a rally, viszont mennyivel kevésbé nézettebb is. És ez a sajnálatos benne, hogy lehetne nagyon-nagyon felkapott is a rally, viszont az átlagembernek is... Ezt kell elfogadni, hogy ha valaki nem fanatikus, csak szereti a motorsportot, és azt mondja az ember, hogy oké, és nézzünk meg valamit, és a világi javarésze ilyen, az inkább mérleger árérték arányban, hogy most kimenjek az erdőbe, és néha látok egy autót, vagy kimenjek egy Forma 1-re, és nemes egyszerűséggel elmennek előttem 1200-szor az autók, és... ez nem is rossz ötlet, meg közben még vannak betétfutamok, meg lehet aláírás gyűjteni, meg különböző cuccokat, és tulajdonképpen 2-3-4 napra teljes mértékben el van, és jó eséllyel van fedél a feje fölött, de legalábbis van a közelbe WC, büfé, stb. És nem pedig az van, hogy ki kell menni az erdő közepére, aztán meg kell oldani. Természetesen ez is egy nagyon-nagyon szubjektív vélemény, de mindenképpen elsősorban én azt mondom, hogy próbáljátok meg néha egy kicsit függetlenül gondolkodni.
Nagyon sokan szeretnek kimenni az erdőbe, én is szeretek kimenni erdőre, és akkor nézni a futamokat. Voltam nem egyen, nem kettőn, nem hárman, de teljes mértékben meg tudom érteni azt, hogy a Forma 1 ilyen szempontból sokkal népszerűbb, nagyon jó a tévés közvetítése, elérhető tulajdonképpen mindenhol a tévés közvetítés, és tényleg egy tradicionális sport több mint kétszer annyi ideje rendezik meg, mint a rallit, és sokkal több csapat, sokkal több mindenki érdekelt abba, hogy ez egy nagyon-nagyon összetett sport legyen, és ráadásul a tavalyi év után iszonyatosan izgalmas lesz az idei év is. Ugye megjönnek az új autók, nem sokára mutatják be őket, arról szeretnénk majd úgyis folyamatosan tartalmat közvetíteni, ahogy szeretném folyamatosan tudatni majd veletek a VRC állásokat is. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy milyen szempontból vagytok vele, hogy rally versus Forma 1, vagy Forma 1 versus rally. Mondjátok el nyugodtan a ti gondolataitokat is, lehetőség szerint kulturált formába. Ha tetszett a videó, akkor pedig dobjatok rá egy lájkot, vagy egy diszlájkot, ezt nyugodtan döntsétek el ti. Ha pedig tetszik az egész, akkor iratkozzatok fel a csatornára, ezzel is segítve engemet és a közösség munkáját. Köszönöm szépen, sziasztok!